Sziasztok! Ma úgy ébredtem, hogy egészen energikus vagyok, és arra gondoltam, hogy megragadom ezt a lehetőséget, és megörökítem ezt a pillanatot, ezt a napot, mert mostanában olyan voltam, mint aki átment az úthenger, és akkor talán finoman fogalmaztam, és szeretném folytatni a vlogos sorozatot, mert nagyon aranyos visszajelzéseket kaptam tőletek, és én is élveztem a felvételét, úgy annyira, hogy már felvettem még egyet, és még egyet, de az történt, hogy nagyon hosszú lett az anyag. És hát ennek ugye maximum ilyen fél órában élvezhető terjedelme lehet, szerintem, és hát 2 órákat sikerült felvennem, amit sansz, hogy másoknál is így történik, de nem volt időm megvágni. És ezáltal valamelyest vesztett az aktualitásán, de semmi gond, mert ezeket a videó részleteket szerintem fogom használni, akár egy-egy ilyen vlogba beledobva, mint visszaidézés a múltba, úgyis ilyen lógrásszerűen gondolkozom, úgyhogy teljesen beillene a képbe. Valamint vannak olyan részek, amiket a lakásvásárlás kapcsán forgattam, vettem fel, érkezett egy-két dolog, amit rendeltem már oda, és ezeket majd akkor előveszem, amikor erről az új lakásról fogok videózni, mert szeretnék nyilván erről is majd tartalmat gyártani. Nem lesz annyira mozgalmas szerintem, mert nem kell felújítanunk szerencsére a lakást, nem kell átvariálni, mert félig meddig berendezve vettük meg, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik, ahogy kinéz, de baromi nagy feladatok előtt állunk még, mert nyilván most jön a papírozós része, az ügyintézős része a dolognak, amitől én egyszerűen szorongok, és mivel sok más dologtól is szorongok, például most már a nyakamon van azért a jogsi letudása, ezért egy elég kemény időszakon megyek keresztül, és emellett egy csomó olyan magánéleti nehézség is adódott, a sors nem túl kedves velem mostanság, ami miatt tényleg húzós időszakon vagyok túl, de szerintem ez így látszik a hajszálaimon maximálisan, mert tele vagyok most már őszhajszállal. Tudom, ez nem azért van, hanem genetika, de értsétek jól. Úgyhogy megpróbálkozom ezzel, hogy ezt a mai pozitív napot, ezt meglovagolom. És ma szeretnék pár olyan dolgot csinálni, ami nekem örömet okoz, amit már régóta terveztem, szerettem volna, és ebből fog majd összeállni ez az anyag. Természetesen a sima hétköznapi rutinok is benne lesznek. Ha érdekel ez a videó, akkor maradj velem! A reggeli kávém szürcsölgetése közben feldobta a Forbes-nak a kis hirdetését, és a mostani címlapon Kapitány István szerepel, aki a Forbes által létrehozott Mester Akadémián is adott elő, illetve van egy ilyen oktató anyaga, szerintem a leginformatívabb, legmotiválóbb és leghasznosabb, hogyha az ember csapatépítésben gondolkozik, de volt itt Nyári Krisztián előadás, én bevallom őszintén, hogy átráztam magam mindegyiken, és szerintem mindegyikhez fogok majd egy ilyen oklevelet is kérni, ami egy vizsgával jár együtt. Détóc Kriszta, nagyon jó volt ez a borászatos előadás is, és még Kis Ádámét nem néztem meg, azt hiszem, illetve Molnár Ferenc kora mellé az annyira nem érdekel, mert ugye én zeneileg szörnyű vagyok, olyan szinten botfülem van, hogyha locsolnák, akkor kicsírázna. Viszont a Nánási Pál előadást azt többször fogom még átnézni, bár nagyon sok mindent tudok belőle, hiszen fotózás valamelyest közel áll hozzám, nagyon sok fotóssal dolgozok együtt, és hát mesélgetnek ilyesmiket, de nagyon hasznos összefoglaló és kezdőindító dolog, és gondolkozom a fotós vonalon is, hogy tök jó lenne ilyesmit tanulni. Valamint nagyon érdekes volt Alföldi Róbertnek az előadása is, úgyhogy a Mester Akadémiát én kifejezetten javaslom nektek, hogyha szeretnétek valamit tanulni így online. És ha már itt vagyunk a laptopnál, akkor megmutatom, hogy a töltőkábelem elkezdett szétmenni, úgyhogy ma reggel még rendelnem kellett azt is. Ádámtól kaptam egy ilyen kis tavaszi válogatást a valamelyik nap, amiben van narcisz, gyöngyike, és hát a tulipán elkezdett kivirágozni, szép fehér lesz, egy kicsit így belopja a tavaszt a mindennapunkba,
Ez egyébként művirág, kifejezetten imádom, mert ő nem szokta megadni magát, viszont a bazsalikom már nagyon a végét járja, úgyhogy őt le fogom szüretelni és lefagyasztani majd. Átjöttünk a reggel szentélyébe, a fürdőszobába, ugye ebben a helyiségben zajlik minden, ami ahhoz kell, hogy az ember gatyába rázza magát, fogmosás, arctisztítás, arcápolás, valamint a sminkelés, bár sminkelni általában kint szoktam természetes fénnyel, mert ez csalóka, de amint az új fürdőszobában leszünk, ott szeretnék olyan fényeket beszerelni, hogy lehessen a fürdőszobát is erre a célra használni. Na de a lényeg, hogy most nem fogom megmutatni a reggeli arcápolási rutinomat, mert nagyon hosszú lenne így a videó, illetve az estit is majd egy külön videóban lehet, hogy szétszedve vagy egyben megmutatom, úgyhogy írjátok meg, ha ez titeket érdekel. De az arctisztításra fogunk beszélni, méghozzá ennek az lesz az apropója, hogy megkeresett a Foreo Magyarország, hogy kipróbálnám-e a terméküket. Az új termékük nagyon felkeltette az érdeklődésemet, viszont aztán arra jutottunk, hogy próbáljam ki a bestsellerüket, a klasszikus Foreo terméket, és elküldték nekem a Foreo Luna Mini 2-t ebben a kék színben. És most ezt fogom kipróbálni, ami azért is lesz érdekes, mert én próbáltam ilyen IBS, gagyib verziójú másolatokat, amik annyira nem bírták sokáig, viszont szerintem tök jól tették a dolgukat. Ezen felül én már próbáltam régebben, és használtam egy ideig a Clarisonic-nak a Mia 2-esét, ami ugye egy ilyen kefés arctisztító, viszont ez annyira nem volt higiénikus, ha maradt valamennyi alapozó a bőrömön, ugye reggel is néha a púrusok kilökték, és ezzel eltisztítottam, nagyon hamar beszíneződött a kefe, és hát nem voltam elragadtatva ettől a történettől, bár tény is valahogy szerettem, de volt még egy aggályom, hogy nyúzza a bőrt, tehát hogy akárhogy oda-vissza mozog, húzza a bőrömet, és hát valljuk be, hogy ezek azért okoznak ráncokat, nem a legjobbak, próbálok minél finomabban az arcomhoz nyúlni, hogy ne legyen sokkal több ráncom érthető módon. Volt IBS kis kefém is, erről írtam is posztot, de végül is tönkrement elég hamar, úgyhogy abból elég sokszor kéne utánpótlást venni. És mivel én hámlasztok télen, meg így ősszel is, amikor keveset vagyok napon, akkor akár tavasszal is, nyáron is hámlasztok, viszont amikor sokat mozgok kint, akkor ez nem működhet nálam, mert nagyon hamar barnulok. És hogyha nincs folyamatosan utánkenve a fényvédő, amire nem mindig van lehetőség, akkor bizony többet ártanék, mint használnék. Egyébként én AHA és BHA hámlasztót is szoktam használni, például ez az egyik kedvencem a Corsix-tól. De hát jön a nyár, és kéne valami peeling, de a radírok azok nyilvánvalóan nem jók. Van egy-két alternatívabb megoldás, és ez az egyik a fizikai peelingre, és ez elég kíméletes tud lenni, úgyhogy most kinyitjuk, és megnézzük, mi van benne. Ugye itt alul található egy dobozkában a töltője, amit már használtam, illetve megtisztítottam a készüléket, úgyhogy ez már teljesen tiszta, és kezdhetjük az ápolást. Átfújtam alkohollal, és utána szépen átmostam, hiszen ez a gyárból került ki, és ki tudja. Minden arctisztítás előtt én kézmosást ezt szoktam eszközölni, ez megtörtént, fel van töltve. Azt írták róla, hogy fél évig nem kell újra feltölteni egy töltés után, ezt nyilván most így hirtelenében nem tudom majd letesztelni, de arra gondoltam, hogy a legjobb időszakban van a bőröm ahhoz, hogy ezt kipróbáljuk, tele vagyok itt ilyen pattanásokkal, meg miteszerekkel, nem fogom kinyomkodni a következő időszakban, és meglátom, hogy hogyan működik, pár hétig használom, lehet egy hónapig is, és utána fogok írni erről egy beszámolót, mert szeretnék visszatérni ahhoz az időhöz, amikor tényleg így tesztelgettem a termékeket, és írott posztokat gyártottam hozzájuk. Amúgy erről azt kell tudni, hogy két oldala van, ez ugye a legfelkapottabb bestseller terméke a márkának, és néztem Krémmánián, majdnem 5 csillagos az értékelése, tehát aki megvásárolt, az elégedett vele.
piszok drága, és valószínű magamtól én nem éreztem volna szükségét, hogy beruházzak rá, pont ezért lesz talán érdekesebb, hogy én tesztelgetem, mert én szeretem az árérték arányban a legjobban megírót. Nem zárja ki természetesen azt, hogy drága terméket használok, de meglátjuk, vannak elképzeléseim, hogy hogyan fog a végén ez a teszt lezajlani. És a szilikon sörtéknek két oldalon, két különböző nagyságú szilikon sörték találhatók. Itt van a nagyobb, illetve itt vannak puhább, kisebb sörték, és azt hiszem, hogy 8 fokozatban lehet használni ezt a terméket. Reggel este 1 percig kell tisztogatni vele a bőrt, az elhalt hámsejteket eltünteti, kitisztítja a pórusokat, és ugye ez nem forog, hanem pulzál, tehát nagyon kíméletesen tisztogatja a bőrt, és nem marad így semmilyen szennyeződés, fagyú, és nekem ugye nagyon zsírosodik mostanában a bőröm, meg hát ez is jelez egy-két problémát, ami ugye egészségügyi gond, meg hát a maszk, úgyhogy ezekkel remélem, hogy le fog számolni, meg valamelyest csökkenteni fogja ezeket a fekete pöttyöket az orromon, amik mit szeret, meg itt az állam térségében vannak még ilyesmik. Úgyhogy ezek az elvárásaim, elég nagy elvárások, de reméljük megugorja. Ez annyira tipikus, nem találok hajgumit, úgyhogy most összefogom a hajamat még hozzá egy ecsettel. Murphy. Úgy. És ez most meg fogja tartani? Igen, minden bizonnyal, úgyhogy neki eshetünk az arctisztításnak. És benedvesítem a készüléket. Teljesen vízálló, úgyhogy nem kell izgulnom, hogy beázik. Egyébként az IBS-sel ez történt, és teszek rá egy gíres arctisztítót, tehát egy olyan másfél pumpányit, és be is kapcsolom. Ha, rezeg. Nagyon kellemes. Most egyébként a kisebb, vékonyabb sörtékkel mentem neki. Vált időnként rezgést. Gondolom azért, mert egy-egy területen annyi ideig kell dolgozni. És itt felül is van egy ilyen nagyobb rész, azzal ugye tök jól be lehet férni minden kis apró részre. Nagyon kellemes érzés, egyébként masszírozónak is tök jó, beindítja a vérkeringést. Úgyhogy én abszolút ezeknek a híve vagyok, csak nem tudom, hogy van-e értelme ilyen drága kategóriásnak. Azt tapintásra éreztem amúgy, hogy sokkal puhább a kis sörtés rész, mint amit én használtam. Mozgékonyabb, ami egy jó jel. Leöblítettem az eszközt, egyébként zuhany alatt is lehet használni, ezzel időt lehet esetleg spórolni, sőt arra gondoltam, hogy a hátamon is el fogom kezdeni használni, már ahol elérem, és hát látni fogjuk ebből fakadóan, hogy változtat-e bármit. Hetekig fogom használni, vagy lehet egy hónapig is, mielőtt bármit írnék róla, és fogom rendszeresen update-elni azt a cikket, hogy most hogy állok vele, használom-e még, bevált-e, szeretem-e annyira, hogy minden nap nyúljak hozzá, és a márka küldött még egy ilyen tasakot, úgyhogy tudom magammal hurcolni, és nyáron sokat leszünk Tokajba, úgyhogy fogom is vinni szerintem, hogyha megszeretem. Úgyhogy ez is tök jó, hogy van ilyen necessaire, de egyébként bármiben lehet tárolni. És hát a Krémánia 4,8-as az értékelése azok között, akik ezt használják, megvették, úgyhogy brutál magasra tette a lécet, és kíváncsi leszek, hogy megugorja. Nem várok tőle óriási dolgokat, viszont azt elvárom, hogy csökkenjenek a miteszereim, azáltal, hogy tisztítja a pórusaimat, ugye ez a pulzáló mozgás, amit T-szonik pulzálásnak neveznek, és azt is várom, hogy néhány pattanással kevesebb jelenjen meg a bőrömön ezáltal, mert
mert hát nyilván tisztulnak a pórusok. Még lehet, hogy olyan hatás is bejátszhat, hogy egy kicsit kevésbé fog csillogni a bőröm, egy kicsit kordában tudja tartani talán a fagyutermelést, bár ez csak egy elmélet, ez nem elvárás annyira, és hát nem lesznek száraz részek, illetve hajt hámréteg a bőrön, tehát sokkal egységesebb felületre tudom majd felvinni a sminket. Úgyhogy körülbelül ilyen dolgokat szeretnék látni, és természetesen el fogom mondani, ha csalódást okoz, mint mindig, mert szerintem ez a hitelességem alapja, és eddig is ez volt, és hát mivel nem kell semmilyet a cég, hogy én most ajnározzam és dicsérjem, ezért is vállaltam el ezt az együttműködést, meg most már tényleg birizgáltam a fantáziámat, mert minden egyes blogger barátnőm áradozott róla, hogy ők együtt dolgoznak a céggel, és hogy tényleg rohadt jó, úgyhogy lássuk a medvét. Ja, és azt is el kell mondanom, hogy én ezért nem kapok semmilyen fizetséget, csak magát a terméket kaptam, hogy próbáljam ki és számoljak be róla. Leugrok a boltba outfit, egy vászcipő, fekete nadrág, ez a Debreceni Egyetemi pulcsi, és egy ilyen kis felkapós sínes kabát, meg a táska, benne a szatyorra, és az új maszk, ami New Yorkeres. Nagyon tavaszi az idő, és most hazamegyek, megcsinálom a húslevest, holnap pedig túrócsúszni lesz a menőhoz, vásároltam be. Eszembe jutott, hogy egy jó vlogban kell egy kis bevásárlós rész is, úgyhogy a hol videó vettem zöldséget, hát ilyen verzióban érte meg most talán a legjobban. Rohadt drága lett minden, a zöldség pedig kifejezetten, hát ez van, ezt konstatáltam. Vettem még túrót, két tejfölt, egyet már begyömöszöltem a hűtőbe, vettem egy darab szalonnát, hát nem tudom, majd meglátjuk. A túrósuszának a lelke a sok tejföl és a szalonna, én úgy gondolom, és a túró sem mindegy, hogy milyen, ezt a magyar túrót, ezt szeretem. Vettem alsó combot, az akciós volt, és vettem néhány répát, meg vettem kálbimbót is. A hűtő dugik tele van, itt volt egy nagy jénei, most abból fogjuk a kaját áttenni ételhordóba. Ádámnak szoktam folyamatosan főzőcskézni, ezt szokta vinni a munkába, ez most éppen rakott parfiol. Két adag van még nagyjából benne, lehet, hogy én is ezt fogom most ebédelni, mert reggeli az kimaradt. Úgyhogy most ezt átszedjük, és mindig üveget preferálok, úgyhogy nekünk ilyen üvegtárolókban van általában az étel. És íme az ebédem, próbálok kisebb adagokat enni, és nálam mindig minden nagyon sótlan. Egyszerűen rettegek attól, hogy elsózok valamit, mert amikor áttértem a gyógyszertári sóra, akkor nagyon sokszor előfordult, úgyhogy egy picit meg kell sóznom, és hát ebben nincsen adalék ebbe a fajta sóba, úgyhogy én ezt szoktam használni. Az adalékmentesben ugyanúgy érzékelt a testem, hogy van benne valami olyan, amire nincsen szüksége, és egy pohár citromos víz. A húsleveshez vettem egy nagy adag csirkecombot, viszont nem kell annyi, úgyhogy egy részét külön szedtem és lefagyasztom. Egy másik része, meg ami belekerült a levesbe, abból is fogok majd kivenni, és miután megfőtt, utána még egy kicsit átsütöm, és akkor gyakorlatilag van sült csirkecombunk, meg van levesbe is hús. A zöldségeket elkezdtem megpucolni, jó sok zöldséget szoktam beletenni, és általában én karikázom és kockázom ezeket a zöldségeket, viszont Ádám most azt kérte, hogy ilyen nagyobb darabokba főzem bele, úgyhogy ez szerint fogok eljárni. És ami nagyon fontos a húslevesnél, az az, hogy szemes borsból, ami itt van, szemes borsból, hoppá, sokat kell beletenni, és szerintem ez a lelke, hogy van benne rendesen hagyma, azt egészbe szoktam beletenni, és szemes bors, úgyhogy most ezt szerint eljárunk, és a megpucolt hagymát, a húst pedig beletettem már a fazékba, és jó sok borsot teszek bele, meg teszek bele sót, már a legelején viszonylag sokat, hogy a hús az úgy rendesen átvegye az ízét, felöntem vízzel,
és ez itt el is kezdhet főni. És még a karalábét, meg a fehérjépát szoktam az elején beletenni, illetve petrezselyemet, ami le van fagyasztva, úgyhogy onnan fogok majd kivenni, mert ennyi kis nyambat petrezselyem volt ebbe a csomagban, és már nem akartam újat venni, mert tele van a hűtő fagyasztott fűszerekkel. Húsleves, ami mindjárt kész lesz, és kivételesen nem lett sótlan, ahogy eddig kóstoltam. Még megy bele majd a kálbimbó, az még itt pihen, ezt a végén szoktam, és hát befalatozgattam azért a répákat, mert kicsit sokat sikerült megpucolni, és ami megmarad majd a húslevesből, így pár nap után nagyjából meg szoktuk unni, mert nyilván ez egy kicsit nagyobb adag, mint kéne, akkor az majd le lesz fagyasztva, és megy a risottóba. És miközben főzök, közben nézem Friderikusznak a műsorát, amiben Csobot Adél és Istenes Bence van benne, és Istenes Bencére mindig azt mondják, hogy nagyon hasonlít Ádámra, vagy Ádám Istenes Bencére, úgyhogy most megnézem, és egyébként annyira cuki pár, én nagyon szeretem a videóikat, meg így a személyiségüket, ilyen kis buhúkásak, kicsit őrültek, és nem is értem, hogy miért kapnak annyi negatív felhangot, mert mint Csobot Adél. Szerintem egy tök jó fejvidám lány. És egy kis édesre is vágyom, és ahhoz, hogy nagyon ne bűnözzek, egy kis chia pudingot készítettem, méghozzá házi baracklekvárral, ami elég savanykás, de így nagyon finom. Együtt nagyon tetszik, és hát akkor folytassuk. Befejeztem az SOS munkát, és még egy-két feladatot megcsináltam, dolgoztam egy kicsit, és most jöhet végre a kikapcsolódás, amire egész nap vártam. Régi iratokat és fényképeket fogok átnézni, apukám küldte át ezt a rádiós dobozt, amiben belerakott mindenféle fényképet és mindenféle okmányt, iratot, van itt útlevéltől elkezdve, azt hiszem, hogy kisdobos igazolványtól, bérleteken át minden, és képzeljétek el, nagymamám, elpakoltam még apukámék ellenőrzőit is, amit annó meg is találtunk, úgyhogy így derült ki, hogy mégsem volt olyan nagy kitűnő tanuló, mint ahogy azt mesélte, és most ezeket fogom átnézni, ami megmaradt belőle, és a fényképeket szeretném majd digitalizálni, és a családfakutatós oldalra feltölteni, valamint kinyomtatni, és ebből majd egy könyvet akarok összeállítani az egész családomnak a történetéből. Olyan szerencsém volt, hogy amikor elkezdtem felvinni a családfát, akkor rengeteg helyen már anyakönyvek voltak rögzítve, mert különböző településeknek az anyakönyvei, akkor a halálozási okmányai, a keresztlevelei már fel vannak vezetve, illetve van olyan, hogy megtalálsz egy-egy távoli rokont, és össze tudjátok kapcsolni a családfát. Így nekem az egyik családfánál gyakorlatilag az 1600-as évekig vissza lett vezetve a családom, és ott találtunk egy rokont, aki meg történelem tanár, azt hiszem az ELTE-n, és ő elküldte nekem arról a család ágról azt a könyvet, amit egy felmenünk írt, és abban egy csomó családi történet volt, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt számomra. És hát ezek alapján én is úgy döntöttem, hogy össze fogom szedni a családnak a történetét, mivel annó kellett életútinterjúkat csinálnom, ezért elég sok minden adat megvan, illetve vannak emlékeim erről, sőt lehet, hogy valahol különböző hordozható Winchestereken még ez a dolgozat, illetve ezek a diktafonos hanganyagok megvannak, és ezeket szeretném majd szépen összerázni, hiszen most már gyakorlatilag minden a rendelkezésemre áll, ami levéltárazás nélkül lehetséges, és ezen kívül még az idő fog segíteni, hiszen egyre több anyakönyvet fognak felvinni, és egyre több ember fog regisztrálni ilyen családfakutató oldalakra. Na de hogy érdekesebb legyen ez az egész, vannak itt mindenféle bizonyítványok. Például itt van egy fogadalom, Hegedűs János, ünnepélyesen fogadom, hogy a szocialista hazámat a fegyveres erők tartalékos állományú tagjához méltóan esküszön híven szolgálom.
vannak itt ilyen izgalmas dolgok, vannak itt bizonyítványok, ahogy láttam, valamint születési anyakönyvi kivonat, és én ez alapján összetudom szedni azokat a dokumentumokat, amiket aztán feldobok a MyHeritage-re, illetve a Family Search-re, és tudom segíteni aztán az ottani kutatóknak, illetve civileknek a munkáját, hiszen ez alapján nagyon sok minden rekonstruálható. Rengeteg olyan fénykép is van, akikről nem tudom, hogy kicsodák, úgyhogy megpróbáljuk kinyomozni ezt apukám segítségével, valamint rengeteg infót megtudhatunk arról, hogy mi mennyibe került. Szóval szerintem ez egy érdekes kis kutatás, én nagyon szeretem a régi dolgokat, én nagyon szeretnék sok régi dolgot a lakásba, például az új lakásba rendeltem jófogásról, 3 darab bőröndöt, és ez lesz például a lakásnak az egyik dekor eleme. Ezt be is fogom most vágni majd ide nektek videóba. Vásárlással, illetve a költözéssel kapcsolatban szeretnék készíteni majd tartalmakat, szeretném ezt így megörökíteni magunknak is, illetve valamilyen formában így nektek is megmutatni. Nagyon-nagyon klassz lakásra bukkantunk, elméletileg pénteken már alá is írjuk a szerződést és lefoglalózzuk, viszont nem akarok semmit elkapkodni, úgyhogy majd csak akkor lesznek ezekről a különböző tartalmak, amikor már tényleg a beköltözés határában vagyunk, és valószínűleg akkor fogok több dolgot vásárolni, mivel gyakorlatilag berendezéssel együtt vásároltuk meg, vagy vásároljuk meg az ingatlant, ezért nagyon sok mindent nem kell majd beszereznünk, ez is egy nagy terhet vesz le a vállamról, alapvetően én azt szerettem volna, hogy egy lehetőségeinkhez képest hozzánk illő lakás legyen, aminél nem nekem kell a csempét kiválasztani, nem nekem kell bajlódni azzal, hogy az asztalos mikor ér rá, vagy mikor nem. Lehetséges, hogy 10 év múlva erre lesz kapacitásom, de jelenleg, amilyen káoszos az életvitelünk, illetve amennyi dolgozunk, ez nem igazán fér bele, és hát tisztában vagyok azzal is, hogy itt a környéken a mesterek azok mennyire elfoglaltak és leterheltek, úgyhogy igyekeztünk egy olyat választani, ami tökéletes, nagyon kevés változtatást szeretnék benne végrehajtani, és hát ilyen kis antik régiségekkel szeretném kiegészíteni a modern hangulatot, és ráerősíteni erre az egészre. Alapból imádom a régi dolgokat, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok ilyesmit fogtok majd látni, és majd vadászok mindenhol, ugyanígy a jófogás, illetve szeretnék majd kis lomosokba, régiség piacokra menni, hát amint kinyit Magyarország, és újraindulnak ezek a dolgok, akkor biztos, hogy nézelődni fogok. Valamint ezeket a dolgokat úgy is vásárolom meg, hogy a fotózásokhoz a fotóstúdióba is megfelelőek legyenek. Például egy karácsonyi fotózásnál szerintem nagyon jó kis részlet tud lenni néhány bőrön, illetve bármiféle régi dolog, egy telefonkajló, vagy egy régi fényképező is nagyon mutatós tud lenni szerintem egy-egy fotón, úgyhogy ilyesmiket mindenképp szeretnék majd vásárolni, és hát ezek gyönyörű szépek, nagyon-nagyon tetszenek. A bőrönnézegetés után még meg akartam nektek mutatni a MyHeritage-nek az oldalát, ahol lehet animálni régi fényképeket, és ilyen mozgóvá tenni őket. Hát én nekem már a limit lement, mert regisztrálást szeretne a honlap, de például így megcsináltam a szép anyámat. Nagyon érdekes egyébként ez a lehetőség, és hát még pár fotót sikerült így animálni, valamint ki is lehet színezni ezeket a fényképeket, úgyhogy ha szeretnétek egy kicsit retussálgatni, illetve javítani a minőségen, akkor ez egy nagyon jó kis oldal erre a célra. Lett pár kedvencem, amit így beszíneztem, szerintem ordító a különbség, mint minőségben, ugye a kontrasztokat, kontúrokat is kiemelte, és egész jól be is színezte a fotókat, sokkal jobban mutatnak, egy kicsit modernebb és hozzánk közelebbivé váltak. Vannak képek természetesen, amiken annyira nem segít, például ez egy
fekete-fehér fotó volt, és inkább csak szépi a hatásúvá tette, de tényleg vannak olyanok, minél élesebb maga a fénykép, amiket gyönyörű szépen kiemelt, és magát a tájat is így egyenesbe hozta, az ott egyébként apukám. Hétágra süt kint a nap, és ennek örömére megyünk sétálni Ádámmal a Sóstúító partjára, és viszek fényképezőt, ki akarom próbálni, hogy mit tud a vlog kamera kinti körülmények között, meg lehet, hogy ott is csinálok egy kis videót, valamint a szettem egy picit javítottam, nem sokat, felkaptam egy ilyen jacket, meg viszek egy kabátot is, egy ilyen kockás kabátot, amúgy mind a kettő a Shein-től van, és egy sima formerrel veszem fel, ami látszik, hogy híztam, mert itt eláll egy picit a slipcénél, a póló pedig ugyanez a nude rózsaszín, ami egész nap rajtam volt, ez egy színszély darab, és mindenhez illik, és nagyon kényelmes, és imádom ezeket a bordázott pólókat. A cipőm pedig, ő lenne az, ő azt hiszem szintén crop példány, hogy szóval egy ilyen nude cipő, majd látni fogjátok, és táskából pedig a kedvenc fazonomat, ezt a nyeregtáska fazont fogom vinni magammal. Nekem minden belefér, a telefonom, a pénztárcám, illetve a lakáskulcsom, a maszk, és gyakorlatilag ennyire van szükségem, ha csak leugrok valahova, ha pedig nem ezt viszem, akkor egy sima Zara táskát szoktam mostanában nyúzni, és hát ebből a nyereg fazomból vettem még egyet, mert nekem ez nagyon a lovaglós időszakomat idézi, az jut az eszembe, az a hangulat, úgyhogy nekem megérintette ez a szívemet, és mivel gyakorlatilag nagyon sok márka, illetve almárka lekoppintotta már a Diortól, aki lekoppintotta a nyeregtáskákról, ezért engem ez nem zavar. Nekem ezek sokkal jobban tetszenek, ezek a letisztultabb, egyszínű dolgok, mint azok, amik tele vannak mindenféle logókkal pakolva. Nekem nem tetszenek designer táskába azok, amik ilyen monogrammos táskák, hát ez van, úgyhogy én ezzel vagyok boldog. Hazaértünk a sétából, nagyon feltöltő volt, úgyhogy nem is nagyon akartam videózni, hanem tényleg így kikapcsolni egy picit. Elpakoltam a húslevest, illetve sütöttem a húslevesből említett csirkecombokat, úgyhogy most megmutatom, hogy ez a hűtőbe így néz ki. Úgy, tehát, hogy így be vannak pakolva dobozokba, itt van egy adag leves, ott hátul is van egy adag leves, illetve itt van még a rakott karfiolból egy adag, ez pedig a csirkecomb, amelynek bepárásodott egy kicsit a doboza, van itt tészta is, cérnametélt, egy darabig most le van tudva a főzőcske, valószínű, hogy holnap után, vagy azután nap pedig a köratúrós csusza hadműveletre is sor kerül, és hát a szokásos dolgok saláta, meg egy-két nem szokásos dolog, például ez a parmezán jellegű kemény sajt. És el is köszönök tőletek, remélem, hogy tetszett nektek ez a vlog, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és valamikor el foglak titeket vinni magammal egy izgalmasabb napra, amikor tényleg mászkálni fogunk mindenfelé Nyíregyházán. Általában tömbösítem ilyenkor a programjaimat, hogyha menni kell valahova, szeretem egy levegővel letudni a lehető legtöbb ilyen elintézni valót, és akkor majd magammal viszlek titeket, hogy ne csak mindig itthon lássatok. Legyen szép napotok, és sziasztok!